Sziasztok, Varga Tamás vagyok, és most ebben a per videóban azt fogjuk megnézni, hogyha van egy Drupal 7-es weboldalunk, akkor ezt hogyan tudjuk átköltöztetni Drupal 8-as motorháztető alá, illetve hogyan tudjuk migrálni az adatainkat. Nem lesz bonyolult dolgunk, így elsőre annak tűnik, de hogyha követed a lépéseket, akkor az alapdolgokat meg tudod ahhoz csinálni, hogy már a meglévő oldaladat átköltöztesd Drupal 8 motorra, illetve Drupal 8 felület alá. Igazság szerint most azt fogjuk csinálni, hogy egy környezetet ugye létrehozunk. Először is, hogyha Drupal migrációt hajtunk végre, akkor semmiféleképpen sem az éles weboldalunkon tegyük ezt, hanem az éles weboldalunknak ugye le kell menteni a fájlait a webszerverről, és le kell menteni az adatbázisát. Hogyha ezek megvannak, akkor utána létrehozunk egy virtuális szervert, ugye egy virtuális gépet, egy szervert, amiben tudunk egy futtató környezetet létrehozni a meglévő weboldalunkhoz. Ezt a meglévő weboldalt kell költöztetnünk erre a szerverre, telepítenünk kell rá egy friss Drupal 8-as weboldalt, és akkor a webes felületes migráció menetét már végre is véghez is tudjuk vinni. Természetesen a migráció nem teljes, szóval senki ne számítson arra, hogyha én most a migrációt megcsinálom, akkor minden blokkom ugyanúgy fog megjelenni, minden hozzászólásommal, szóval, hogy semmit nem kell állítanom, esetleg a témám is átjön. Hát nem, a témát az nem fog átjönni, a blokkokat neked kell alakítanod, elég sok mindent neked kell megcsinálnod. A modulokat neked kell telepítened, beállítanod. A tartalmaid viszont egy az egybe át fognak jönni képekkel együtt, esetleg beágyazott videókkal együtt, szóval az teljesen átjön. A felhasználóid ugyanúgy átjönnek, szóval elég sok minden átjön, de utómunka van vele. Szóval a migráció során számítsatok arra, hogy egy az egyben nem jön át, de hát ez mindig is így volt, egy az egyben ugyanúgy semmi nem jön át egy ilyen nagy váltásnál. De hát akkor nézzük is meg, hogy hogy van ennek a menete. Ugye van egy virtuális gépünk, én most jelenleg egy Ubuntu Linuxon fogok dolgozni, amit nemrég telepítettem, Hyper-V-n fut itt a lokális gépemen, én már SSH-n be is léptem ebbe a szerverbe, és akkor, hogyha elkezdjük, akkor először egy Drupal futtató környezetet kell létrehoznunk ezen a szerverem, és akkor itt vannak a parancsok, amivel ezt létre is tudjuk hozni. Átváltunk rootra. És utána frissítjük a rendszerünket, hogy naprakész legyen. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor jöhet az első telepítős parancsunk. Mivel az én szerverem ugye azért tisztában kell lenni, hogy milyen környezeten fut, Apache webkiszolgálót használ, ezért nekem az Apache-ot most telepítenem kell. Ugye ez maga a webszerver környezet. Közben hozzáteszem, hogy ebben a videóban én mind a két környezetet létrehozom. Itt megadom most a MySQL root useremnek a jelszavát. MySQL root usernek a jelszavánál célszerű a saját root jelszavunkat megadni. És visszatérve, hogyha ugye én létrehozom a Drupal és 7-es és Drupal 8-as környezetet, a Drupal 7-ben létre fogok hozni egy tesztcikket, ugye fölveszek egy test usert és beállítok egy teszt hozzászólást is, és majd megnézzük, hogy tényleg szépen áthozza a migráció.
De mondom, a témáknál, a blokkok beállításainál, egyéb dolgoknál azért dolgozni kell még vele. Utómunka van vele, de a lényeget áthozza. Jó, és fel is telepítette nekem a szükséges futtatókörnyezetet. Itt még azért néhány kiegészítőt ebben a parancsban telepítünk. Telepítek a MySQL-nek egy grafikus felületet is, az úgynevezett PHP MyAdmin-t. Most éppen pont azt láthatjuk, egy space-szel kijelölöm az Apache kiszolgálót, tabbal továbbugrok az OK-ra. Mert grafikus felületen fogjuk létrehozni az adatbázisokat. Természetesen abban a részben most nem fogok belemenni, hogyha esetleg nagy adatbázisunk van már a meglévő oldalunknál, akkor ugye PHP MyAdmin felületen keresztül, hogyha nem MySQL parancsorba dolgozunk, akkor lehet importálni az adatbázisunkat egy meglévő adatbázisba, de olyankor természetesen a PHP init is szerkesztenünk kell, hiszen lehet, hogy olyan időtúlépés, meg olyan méretkorlátok vannak, amiknek állítani kell az adatait, illetve a paramétereit. Itt a MySQL alkalmazás jelszava a PHP MyAdminhez. Itt adminhoz, itt ugyanúgy megadhatjuk a root jelszavunkat. Ez a legegyszerűbb. Igazság szerint itt a biztonságra most nem törekszünk. Itt az a lényeg, hogy a környezet fusson, és akkor a migrációt végbe tudjuk hajtani, hogy migráció után a webszerverünkre az adatbázist vissza tudjuk tölteni, illetve a fájlokat, amivel dolgoztunk. És hogyha megvan, akkor utána szerkeszteni fogjuk az Apache konfigurációs fájlt, ugye a webszerver kiszolgálónak az Apache konfigurációs állományát. Ugye mi alapértelmezetten a var www mappán belül fogunk dolgozni. Ezt itt szépen átírjuk, és akkor nyomunk egy Ctrl X-et. Itt megkérdezi, hogy elmentjük a változtatásokat, nyomunk egy I betűt, hogy igen, és Enter. És utána még ezt a parancsot megadjuk. És utána újraindítjuk az Apache webserver kiszolgálónkat, illetve a szolgáltatást. Jó, és akkor ezzel meg is vagyunk. Létrehoztunk környezetet a Drupalnak. Ugye egy Apache-ot telepítettünk, PHP-t telepítettünk, MySQL adatbázis kezelőt telepítettünk, illetve MySQL szervert, és telepítettünk hozzá grafikus felületet, PHP MyAdmin környezet. Úgyhogy ezzel egyelőre meg vagyunk, és akkor a következő videóban tovább lépünk. Itt már ténylegesen a virtuál hostokat fogjuk létrehozni, és akkor megyünk tovább, és a végén majd meg lesz a migráció is. Varga Tamás voltam az itfröccs.hu-ról, és akkor hamarosan folytatom a következő videóval. Sziasztok!